Üdvözlöm Önöket! Ma esti aktuális stúdiónkban szokás szerint három témáról beszélgetünk majd. Rövidesen megtudhatják, hogy milyen szerepe van az idegenrendészetnek, milyen feladatokat kell ellátniuk. Aztán beszélgetünk arról is, hogy milyen fontos manapság az oktatásban, a nevelő munkában a drámapedagógia. És megismerkedhetnek, reméljük közelebbről is, két modellel, akik nyertesei az év arca modellversenynek, és természetesen mindketten pécsiek. Maradjanak velünk! Vannak országunkban, így Pécs városában is olyanok szép számmal, akik külföldi országokból érkeztek hozzánk, de nem csak rövidebb időre, nem csak kirándulni, turistáskodni, nyaralni, hanem hosszabb időt szándékoznak országunkban eltölteni. Nos, teljesen szabadon nem tehetik mindezt, bizonyos szabályokat, előírásokat nekik is be kell tartaniuk. Szabónék Késmárki Andrea őrnagyot kérdezem arról, aki az igazgatás rendészeti osztály vezetője, hogy milyen szabályokat, milyen előírásokat kell betartani azoknak, akik hosszabb időt szándékoznak nálunk eltölteni. A külföldiek beutazását és magyarországi tartózkodását alapvetően az 1993. évi 86-os törvény rendezi. Ez a törvény írja elő, hogy a külföldi mi alapján utazhat be az országba, illetve milyen feltételeket kell teljesítenie annak érdekében, hogy az országban maradhasson. Ez a tartózkodás lehet rövidebb időtartamú, illetve hosszabb idejű. A Pécsi Városi Rendőrkapitányság igazgatás rendészeti osztályán belül az idegenrendészet a rövidebb időtartamú tartózkodási engedélyek kiadásával foglalkozik. Ezen belül természetesen a meghívó levelek kiadásával, ami vízumhoz kötött esetekben előfeltétele a vízum kiadásának. Bocsásson meg, hogy ezt szavába vágok, de itt mit jelent az, hogy rövidebb idő? A rövidebb időtartam az lehet az állampolgár által meghatározott időtartam. Tehát ő eldönti azt, hogy amikor beutazik az ország területére, akkor pár napot töltít el az országban, illetve kérhet hosszabb időtartamú tartózkodást, akár ez lehet egy 30 napos, lehet 90 napos, 180 nap, akár egy év, vagy azon túlmenő időtartam. A különböző országokkal különböző vízum megállapodások születtek. Vannak olyan országok, amelyekkel 30 napos ez az időtartam, ami azt jelenti, hogy ez esetben a külföldi személynek nem kell kérni külön vízumot a beutazáshoz. Ilyenek például Jugoszlávia, illetve Horvátország, akkor például a román állampolgárok esetében. Aztán van olyan ország, amelyel a megállapodás úgy lett megkötve, hogy ez az időtartam 90 napra szól. Például lengyel állampolgárok esetében, most már az osztrák állampolgárok, német állampolgárok, de például az Egyesült Királyság államából, hogyha jönnek, ők 180 napig lehetnek itt, külön tartózkodási engedély nélkül, hiszen a vízumok ennyi időtartamra szól. Most vannak ezen kívül még olyan lehetőségek, például az úgynevezett volt szocialista országokhoz tartozó állampolgárok esetében, amikor beutazik vízum nélkül egy rövidebb időtartamra, és a 30 nap után ő úgy gondolja, hogy szeretne még maradni a rokonnál, az édesapánál, édesanyjánál vagy gyermekénél, ez esetben a különböző feltételek megléte esetén lehetőség van arra, hogy a tartózkodási engedélyt kiegészítsük úgynevezett további, hosszabb időtartamra. Azonban meg kell mondjam, hogy a kiegészítés ez maximum 60 nap lehet, ez után már több tartózkodásra engedélyt nem adhatunk, ilyenkor vízumot kell kérnie az állampolgárnak, és csak vízummal történő beutazás esetén van lehetőség a tartózkodási engedély hosszabbítására. Növekszik egyébként azoknak a száma, akik élnek ezzel a lehetőséggel? Én úgy gondolom, hogy nem növekszik. Tehát az éves statisztikákat, hogyha alapul vesszük, akkor körülbelül azonos.
azonos a korábbi évekhez viszonyítva. Meg kell, hogy mondjam, az idegenrendészeti törvény eléggé mereven szabályozza ezeket a dolgokat, ugyanis a meghívott személynek bizonyítani kell azt, hogy a magyarországi tartózkodása minden feltételt kielégít, tehát a lakhatást és a megélhetést bizonyítani kell. Ez sokszor problémát okoz, ugyanis az eltartó személynek kell bizonyítani azt, hogy az anyagi feltételeket biztosítani tudja. Vizsgálnunk kell azt, hogy rendelkezik is-e ezekkel a feltételekkel. Miután Pécs egyetemváros, és az egyetemeken meglehetősen sok külföldi diák tanul, sőt, hát az elmúlt évek törekvése is az, hogy minél többen legyenek. A külföldről érkező egyetemisták külön elbírálás alá esnek-e, vagy ugyanezeknek a paramétereknek kell megfelelni? Ők is az idegenrendészeti törvény hatálya alá tartoznak, az ő esetükben úgynevezett tanulmányi vízummal kell beutazni. Tehát aki hosszabb időtartamra akar beutazni, és már eleve tudja azt, hogy hosszabb időtartamot kíván itt eltölteni, nekik már vízummal kell beutazni, amit az illető ország magyar külképviseletén lehet beszerezni. Az itt tartózkodásukhoz bizonyítani kell szintén az anyagi feltételeket. Itt megkülönböztetünk különböző kategóriás diákokat természetesen. Az úgynevezett angol program keretében, akik itt tanulnak, ők természetesen saját valutaszámlával rendelkeznek, onnan igazolják a megélhetés anyagi feltételeit, de például vannak olyan diákok, akik különböző ösztöndíjjal tanulnak itt Magyarországon, ez esetben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott igazolás, illetve hát a különböző alapítványok által kiadott igazolás alapján tudjuk a tartózkodást engedélyezni. Pontosabban első lépcsőben, ha csak egy évre kérik a tartózkodás engedélyezését, akkor a Városi Rendőrkapitányság, azonban ha egy évet meghaladóan kívánja a tanulmányait folytatni, akkor pedig a Baranya megyei Rendőrfőkapitányság idegenrendészet kell ezt kérelmezni. Van-e valami különös elbírálás azokra vonatkozóan, akik úgynevezett külföldi magyarok? Külföldön élő magyar állampolgárokra nagyon egyszerű jogszabály vonatkozik. Az ő esetükben, ha magyar úti okmánnyal rendelkeznek, annyi a tudnivaló, hogy amikor beutaznak Magyarországra, akkor célszerű mindig a magyar úti okmányt felmutatni a magyar határon. Ugyanis ez esetben annyi a megjegyzendő, hogy a beutazást követő 30. napon a tartózkodás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon bejelentkezik, ő erről kap egy kis igazolást, és ezzel az egyszem igazolással, ha folyamatosan itt tartózkodik, akár egy évig vagy két évig megteheti. Azonban, ha kiutazik az országból, és ismét visszajön, akkor ismét a 30 nap elteltével ezért az igazolásért be kell jönni. Tehát az ő esetükben semmiféle feltételt nem vizsgálunk, nem vizsgáljuk azt, hogy van-e anyagi feltétel, vagy egyéb lakhatási feltétel. Jelenleg az önök irodája hány külföldit regisztrál? Megmondom őszintén, hogy ezt nem tudom pontosan megmondani. Ugyanis nem rendelkezünk ilyen adatokkal, hogy most jelen pillanatban hány van. Mint említettem, hozzánk a rövidebb időtartamú tartózkodási engedélyt kérelmezők fordulnak, tehát az ő számuk állandóan változik, ugyanis van olyan, aki azért jön be, mert 30 napra volt érvényes a vízuma, és még szeretne 3 napig maradni, mert a repülőgépe 3 nappal később utazik. Van olyan, aki beutazott 30 napra, de felfedezett egy régi ismerős, szeretne még 15 nappal tovább maradni, és van olyan, aki munkavállalási engedéllyel jött egy évre, ismételten kér munkavállalási engedélyt, amit megkap, az viszont már tőlünk átkerül a megyei idegenrendészetre, tehát pontos számadatot nem tudok mondani. Azért köszönöm, hogy tájékoztatott minket. Kérem. Thank you.
pécsi indítatásra pécsi szervezőkkel nem első alkalommal került sor drámapedagógiai táborra Pécsett. Az ország számos részéről érkeztek ide szakemberek. Így volt ez idén is, a Mandulás Béli Kemping adott otthont ennek a drámatábornak, és nem csak a szervezőket, de résztvevőket is köszönhetünk itt a stúdióban. Zalai Szabolcs drámapedagógus, mellettem Takács Gábor, az egyik fő szakmai tútora ennek a tábornak, és bocsásson meg udvariatlanságomért, hiszen a hölgyeket illik elsőként bemutatni, Pékovács Tiborni, aki egyik résztvevője volt ennek a tábornak. Azt hiszem, hogy Szabolcshoz kezd fordulnom, ha azt kérdezem, hogy hányadik alkalommal volt ilyen? Ez a második alkalom. Uh-huh. Tavaly először rendeztük meg ezt Sikondán, és most meg kitaláltuk, hogy egy sokkal közelebb is van ilyen jó hely, ahol elvonulhatunk a városból, és magunk lehetünk, úgyhogy mi pécsiek is fölköltöztünk a Mandulásba, és 5 napig ott élünk együtt. Kiknek szólt a meghívás? Olyanoknak, akik már végeztek 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot, vagyis drámajáték vezetői képesítésük már van, és némi gyakorlatuk is van ebben a műfajban. Lehet, hogy a nézők számára ez egy kicsit távoli és zűrzavaros, amiről mi beszélünk, hogy hogyan össze a dráma és hogyan össze a pedagógia. Önök mit tudtak róla, amikor először találkoztak ezzel a kifejezéssel, hogy drámapedagógia? Hát sok mindent már azért, mert azért a szakmai gyakorlatban használtuk, ha nem is mindig tudatosan, de aki úgy gondolom, hogy egy kicsit is érdeklődik a szakma iránt, az sok mindent megtanulhat ebből, és hát tulajdonképpen alkalmaztuk, hogy most már tudatosan alkalmazzuk, mert elvégeztük ezeket a tanfolyamokat. Ez mit ez jelent? Osztuk meg a nézőkkel, igen. És mit jelent ez a szakmai gyakorlatban? Hát én úgy gondolom, hogy egy sokkal nyitottabb pedagógus attitűd elsősorban, és egy hát sokfajta módszerbeli változatos munka. Más módszerek azok, mint amiket eddig használtak, vagy ez itt most csak tudatosabb lesz? Nem véletlenül nézek mindkettőjükre, hiszen azért ez nem olyan távoli dolog. Igen, hát az a helyzet, hogy drámapedagógiát használtak már Magyarországon 20-25 évvel ezelőtt is. Csak nem tudtak róla? De tudtak róla, és talán azt is így hívták, de az elmúlt 6-8 évben azt gondolom történt egy olyan áttörés, kapott egy olyan injekciót ez a szakma, elsősorban angol területről, hogy egy egészen új virágzásnak indult. Nyilván összefüggésben van ez a NAT-tal is, hogy most ez belekerült a NAT-ba, mint tánc és dráma műveltségi terület részeként, ezt használhatjuk, de azt gondolom, hogy nem csak ez motiválja ezt, hanem a gyakorlat. Ez nagyon terjed most, és éppen azért, mert az iskolákban azok a tanárok, akik ezt kipróbálják, érzik a hatékonyságát. Milyen szakmai rétegekre lehet táborbontani ennek a tábornak a munkáját? Milyen felvonásokból, programokból állt? Hát azzal ültünk le az 5 nap elején, hogy próbáljunk meg a tervezésben segíteni egymásnak. Tehát, hogy ezeket az órákat, ezeket a drámaórákat meg kell tervezni. Ez nem csak úgy kipattan az emberből, hanem ezt így hosszasan fel kell építeni. Tehát adjunk ehhez egy kis segítséget, hogy ez létrejöhessen. Másrészt, hát azért ez egy erősen színházi műfaj is. Tehát egy drámatanárnak azért ismernie kell a színház eszköztárát, hiszen ezt használja, ezt alkalmazza. Tehát, hogy próbáljunk ebben is segíteni, úgyhogy a másik fővonal az volt, hogy picit ilyen színházi képzést adjunk. Ez nem elméleti, kifejezetten gyakorlati dolgokról van szó, ez volt a második nagyobb egység. A harmadik nagyobb egység, hogy ilyen személyes konzultációkat nem is tudom, hogy mondjam, hogy a személyes konzultációkban segítsünk egymásnak, hogy ezeket az egyéni óraterveket tudjuk létrehozni. És volt egy negyedik fejezetünk is, ilyen szakmai videófilmeket nézünk, és azokat elemezzük ki. Honnan érkeztek idén Pécsre? Hát a legtöbben azért pécsiek, de jöttek a megyéből, több helyről, Mohácsról például, aztán jöttek Budapestről, jöttek Győrből, Veszprémből. Az elmúlt pár év, mert azért azt mondjuk el mindenképpen, hogy amikor nem volt tábor, itt akkor is voltak meglehetősen nagy visszhangot kiváltó kurzusok, hogy
én úgy látom, hogy az utóbbi években ennek a drámapedagógiai szakmai munkának az összefonódása az itt csúcsosodik Pécsett. Szóval ez egy ilyen kis szakmai centrum lesz lassacskán? Hát én reménykedem, hogy amit mi csinálunk, ez azért a Lővei Gimnáziumhoz kötődik, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy öten végeztünk az elmúlt 3 évben ilyen hosszú távú tanfolyamot, és azóta is gyakoroljuk ezt ott a Lőveiben. Létrehoztunk egy olyan szakmai közösséget, akik ezt folyamatosan csináljuk. Tehát nem csak elvégeztük a tanfolyamot, aztán vagy csináljuk, vagy nem, hanem ezt együtt akarjuk csinálni. És ebből fakadnak ezek az ilyen típusú szervezések, hogy tábor, akkor januárban volt egy 3 napos rendezvényünk, ahova szintén meg tudtunk hívni alapítványi támogatásokból persze tanárokat. Az is nagyon jó volt. Hogyha ajánlania kéne ezt a módszert olyan kollégáknak, akik ezzel nem vannak még ilyenek, soha nem próbálkoztak, akkor milyen érveket sorakoztatna fel a drámapedagógia mellett? Hát nekem a legfontosabb a játék. Tehát együtt játszani a gyerekekkel, ez nagyon fontos és nagyon jó. És hát nagyon sok mindent lehetnek, nyitottabbá válnak, hogy toleránsabbak lesznek, hogy sokkal közlékenyebbek, hogy emberibb, talán közelebbi kapcsolat alakul ki. Szóval ilyesmi. És hát most például, hogy én is eljöttem, ez egy rettentő jó ráhangolódás az évre. Tehát én úgy gondolom, hogy én teljes erővel tudom kezdeni az évet, mert ez egy nagyon jó alapozás, ez a tábor. A gyerekek élvezik? Mennyire partnerek hogy ezekben ne. A módszerekben? Hogyne. Teljes mértékben partnerek. Teljes mértékben. Úgyhogy... Reméljük, hogy a tábor segítségével most még többen tudnak ilyen módon közelíteni a gyerekekhez. Mi lesz a következő találkozási pont? Éppen idefelé jövet beszélgettünk arról Gáborral, hogy hogyan lehetne ezt folytatni, mert annyira intenzív volt ez az 5 nap, és annyira éreztük ennek az eredményét is most már, hogy ezt terveztük, hogy hogyan tovább. És azt találtuk ki, hogy ha legközelebb csináljuk ezt a tábort, bár évközben is biztos, hogy lesz valami esemény, ami ehhez kapcsolódni fog, de akkor már úgy fogjuk meghívni a kollégákat, hogy konkrét óra terveket hozzanak, amiket kipróbálhatnak. Tehát a tervezésből szeretnénk most már tovább lépni az óravezetés gyakorlása felé. Tudnék, arról van szó, hogy azt hinni az ember, hogy elvégzi az egyetemet, és akkor már képes lazán tanítani, és hát persze ez sokszor így is van. És a drámapedagógia során pedig újra és újra megtapasztaljuk, hogy egy óra tervezés az sokszor napokból áll. Bízunk benne, hogy ezek a gondolatok sokakat megérintettek. Köszönöm, hogy eljöttek.
idén is sor került az Év Arca modellversenyre. A döntőbe 4 pécsi lány jutott, 2 közülük itt köszönthetünk a stúdióba, Bajomi Évit, aki az első helyezett lett, és Kovács Adinát, aki a 3. Hát azt hiszem nem egy rossz arány, 4 döntősből 2 a dobogón. Nagyon erős volt a mezőny? Nyugodtan mondhatjátok mind a ketten. Hogy sokkal erősebb volt a mezőny, mint mondjuk tavaly. Mi nem tudjuk, mert végülis mi nem kívülállók vagyunk, de elképzelhető. Nagyon karakteres arcok voltak, tehát tényleg mindenki más volt. Az arcok, a hajak, a testalkat, mindenki más volt, tehát teljesen más karakterek, és ettől nagyon erős volt tényleg. Amilyet akartak, olyan ember lett. Még mielőtt én tovább kíváncsiskodnék szépészeti dolgokban, bár nagyon nagy hajlamom van rá, azért egy dolgot pontosítsunk, hiszen többekben felmerült a kérdés, hogy itt több évarca verseny is van. Van ilyen is, van olyan is. Úgy tudják, hogy az egyik az nem is az igazi, a másik az az igazi. Szóval akkor most hogy is van ez? Hány ilyen verseny van? Itt van a Bonton évarca, ami idén 9. alkalommal került megrendezésre. Ez a miénk, Ékes János szervezésében, és van az Elite Look of the Year évarca, amit Balassa Gábor szervez. Az egy másik. Elite Modellu? Én úgy tudom. Elite Modellu. De hát akkor most arról ne beszéljünk, mert az nem vagytok ti. Mi a Bonton évarca. Ti a Bonton évarcai vagytok. Mit mondtad, Edina, hogy nagyon karakteres arcok voltak? Az miben nyilvánul meg, hogy nincs egy egységes szépségideál? Hogy most magasnak kell lennie, karcsúnak kell lennie? Nem, hát ezen a versenyen az alak, persze az is számít, de itt legfőképpen az arcokat nézik, illetve a kisugárzást. Végülis ez alapján tudnak dönteni, hiszen itt minden lánynak nagyon szép arca volt. Uh-huh. És különböző karakterek voltak. Miből állt a megmérettetés? Volt egy fotótábor, illetve először volt egy előválogatás, ahová 100 nem tudom hány lány került be. Ez fotók alapján történt, és itt ott megnéztek minket. Ez Pesten volt ez a válogatás, ott megnéztek minket, és kiválasztottak 20 lányzót, ebből kiesett 4 lányzó, bemaradt 16 lány a végső döntőn. Akik, tehát minket elvittek egy fotótáborba, és ott 3 napig fotóztak minket, különböző sminkekkel, frizurákkal. Ami nagyon kemény volt, ezt meg kell mondani, mert hajnal 6-kor keltünk, haj, smink, aztán naponta 3-szor váltakozott ez, tehát mindig lemosni újat, tehát ez hajnal 6-tól éjfélig 11-ig ment. Úgyhogy nagyon kemény volt a tábor. És magán a döntőn mi történt? A döntőn először dresszben mutatkoztunk meg, az volt a fő bemutatkozás, utána elvonult a zsűri, akkor ők már megállapították a helyezetteket, és utána jöttünk még fehérneműbe, esküvői ruhába, és ennyi. Szóbeli megmérettetés volt a döntőn? Sajnos nem volt. Nagy bánatunkra. Miért mi szerettük volna. Mi szerettük volna, mert ez lehetőséget nyit arra, hogy megmutathassuk, hogy igazából milyenek vagyunk. Tehát nem csak az arcunkat, az alakunkat, hanem az egyéniségünket. És persze ez a fotókból is azt hiszem, hogy kiderült, mert volt egy óriási nagy kivetítő, ahol 15 fotót levetítettek mindenkiről. Ami a táborba készült. Uh-huh. Illetve a helyben is pózolni kellett. Most próbáljatok meg velem egész őszintének lenni. Azért egy ilyen hosszú tábor felkészítő időszak alatt, hát ha nem is annyira alaposan, de helyel közel megismeri az ember a másikat. És mi tudjuk, hogy azért nők egymás között meglehetősen éles, szeműek, sokszor nyelvűek is. Lehet azt előre sejteni, hogy kik lesznek az igazán esélyesek? Hát az Edina szerint lehetett sejteni. Én abszolút nem voltam tisztában ezzel, tehát én a döntő előtt is olyan reménytelen voltam, és tehát én teljes mértékben úgy éreztem, hogy itt semmi keresni valóm, és semmi esélyem nincsen. Szóval én abszolút nem számítottam erre a helyezésre. Én meg olyan ember vagyok, aki meg nagyon nyitott szemmel járok, tehát én érzékeltem. Tehát ők úgy már az első 6-ot, mivel a 6-ot hirdettek ki először, utána 3-at, és úgy az első, második, harmadikat,
és úgy már érzékeltették, hogy ki valószínű az első hat a táborba, de ott még nem lehetett tudni, hogy mennyire sikerülnek jól a fotók, mivel itt végül is az egész a fotókra épül, és 80%-ba bejött. Tényleg. Az, amit te gondoltál. Igen, igen. Azért áruljuk el a nézőknek azt is, hogy civilben, amikor nem vagytok ilyen nagyon szépek, akkor mivel foglalkoztok? Én Pécset tanulok a János Pán Anius Tudományi Egyetemen, műveledés szervező szakon levelező hallgató vagyok. Edina? Én pedig Kertvárosban egy hirdető és reklámirodában dolgozom, és terveim között szerepel, hogy jövőre én is az egyetemi média szakon valahova majd megyek. Az azért biztos, hogy mindenkit foglalkoztat, hogy mi van ilyenkor? Megnyertetek egy versenyt, fogalmazhatunk így is szerintem, hiszen a harmadik hely is a dobogósok közé tartozik. Szerződések, külföldi ajánlatok, magazinok címlapjai, mi következik ilyenkor? Nem tudjuk konkrétan, hát ez biztos ki fog derülni egy rövid időn belül. Tehát folyamatosan ajánlatokat kapunk, ezeket el lehet fogadni, vagy vissza lehet utasítani, attól függ, hogy milyenek. Ugyanis ez a Bonta névarca semmiféle megkötéssel nem jár, tehát nem vagyunk ügynökséghez kötve. Nem vagyunk leszerződve se. Nem vagyunk leszerződve. Ennek örömére, hogy ti ezt az eredményt elértétek, most nemrégiben keresette már meg benneteket valaki? Én holnap fogok menni egy fotózásra, illetve csütörtökön a címlapfotózásra, Bontonnak a címlapjára, de szerintem most még ez a dolog egy nagyon rövid, friss. Rövid volt az idő. Én meg nyertem egy külföldi fotózást a Bonton stábjával, ami a közeljövőben várható, hogy megyünk. De még nem döntöttük el, hogy hova, és ez lesz a következő akadály. Egy nagyon rövid választ várok egy utolsó kérdésre. A modell szakmában meddig szeretnétek eljutni? Mi az, amire most vágytok? Én eddig is annyira bizonytalan voltam ezzel a dolggal kapcsolatban, hogy én tulajdonképpen célokat nem tűzök ki magam elé olyan értelemben, tehát én nekem nem célom az, hogy valami befutott nagyon híres fotómodell legyek, vagy manöken. Én várom, hogy alakuljanak a dolgok, és nyitott vagyok mindenre, úgy érzem. Nekem sincs így célom, mert nekem a modellkedés ez a hobbim, tehát ez nem az életem. Hobbi szinten csinálom, ameddig szeretem, addig. És hogy ez idő alatt meddig jutok el, az majd rajtam múlik. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és sok sikert. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, ma esti aktuális stúdiumban megtudhattak egy-két érdekességet az idegenrendészet feladatairól. Beszélgettünk arról, hogy milyen szerepe lehet a gyerekek tanításában, nevelésében a drámapedagógiának, és megismerhették Bajomi Évát és Kovács Edinát, az Év Arca modellverseny pécsi indulóit, sőt nyerteseit is, hiszen első, illetve harmadik helyet szereztek. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, viszontlátásra!